Jeremy Wade vagyok. Folyami felderítő, felfedező és horgász. Kapás! Ehhez be kell mennem. Dél-Amerikában vagyok, ahol egy évig a dzsungel sűrűjében édesvízi gyilkosok után kutatok. Rémisztő beszámolókat hallottam az Amazonastól északra elterülő, elfeledett erdőből. Sokan nyomtalanul eltűntek. Eltűntek! Az eltűnésekért egy rejtélyes bűnöst, az úgynevezett víz szellemét okolják. Egy szellem. A helyiek halálos édesvízi sellőként jellemzik. Hosszú hajú és fehér bőrű. Áldozatait becserkészi, majd lehúzza őket a halálos mélységbe. Akit elvitt, nem jött vissza. Az évek során megtanultam, hogy a fantasztikus lényekről szóló meséknek mindig van valóságos alapja. Mindig érdekel, ha egy szűk területről eltűnő emberekről hallok. Nyomozásom során Dél-Amerika legmélyebb, eddig még felfedezetlen erdősségét fogom bejárni. A gyilkos sellő túlzásnak tűnhet, de tűz nélkül nincs füst, ezért utána járok. Világszerte ismertek azok a mesék, amelyekben ellenállhatatlan szépségű sellők vízbe folytják a tengerészeket. A félig hal, félig ember sellőkről szóló mesék több ezer éve ismertek. A mesék nagy része félreértésekből születik. A sellők a túl sokáig a tengeren tartózkodó tengerészek agyszüleménye. Delfinekkel és manátuszokkal keverték össze őket. Ezek a történetek már a múltba vesznek, azonban a víz szellemé nem. A halálos sellő jelenleg is Isten háta mögötti falvak körül ólálkodik, az édesvízű folyóban. A történetek Dél-Amerika egyik kevésbé feltárt területű országából erednek, Guyanából. A folyó hatalmas hegyek és kiterjedt síkságok között kígyózik. Muszáj elindulnom. Horgászbottal nem tudom elkapni a víz szellemét, de nagyon érdekelne, hogy vajon mi húzza le az embereket a mélybe. 6 órát zötyögök a poros földúton, mire elérem a folyópartot. Itt azonban azzal kell szembesülnöm, hogy a küldetésem sokkal rémisztőbb, mint hittem. Szeles csatornák labirintusában járok. A föld legnagyobb esőerdejében több mint 6000 kilométer hosszan kígyóznak a folyók. Az ország neve is erre utal. Guyana, a sok víz országa. Felbéreltem egy hajóst, de hol kezdjem keresni a legendás lényt? A guyanai vízi utak a világ felfedezetlen területei közé tartoznak. Ezen a helyen biztosan meglepetésként fognak érni a víz alatti világ élőlényei. Az eltűnésekért felelős teremtmény beazonosításához szemtanúkra lesz szükségem. A barátságtalan vidék mélyén az apró falvak csupán ritkán szakítják meg a dzsungel sűrűjét. Hm,
megkönnyebbülve fedezem fel az élet jeleit. A benszülöttek évszázadok óta halásznak és vadásznak itt. Ritka, hogy egy előzetes bejelentés nélkül felbukkanó kívülálló kellemetlen kérdéseket tesz fel halálesetekről és eltűnésekről. Óvatosnak kell lennem. A volt brit gyarmat lakói szerencsére beszélik az angolt. Tiltott helyen halásztak. Az eltűnések száma igencsak nagy. Eltűnt, és senki sem tudja, hogy mi történt. Fürdeni ment, és eltűnt. Sosem jött vissza a kislány. A beszámolók felkavaróak, de egyik falusi sem tudott használható információkkal szolgálni. Ezután találkozom Lawrence-szel, aki egy közeli esetről mesél nekem. Egy apa és két gyermeke át akart kelni a patakon. Az apa előre ment, a gyerekek pedig követték. Hirtelen lehúzta őket valami. Eltűntek. A víz elnyelte őket. Eltűntek. Sosem kerültek elő? Nem, soha. Eltűntek. A lesújtott család a helyi sámán segítségét kérte, akinek kétségesen volt afelől, hogy ez a víz szellemének műve. Hogy néz ki ez a szellem? Olyan, mint mi. Csak a víz mélyén él. A leírást hallva eszembe jut egy korábbi élményem. Afrika szívében egy félig hal, félig emberlény után kutattam, ami a víz alá húzta az embereket. A neve Mamivata volt. Lehetséges lenne, hogy az afrikai legenda eljutott Dél-Amerika szívébe, ahol aztán a víz szelleme név terjedt el. A gyarmati időkben sok afrikai rabszolgát hoztak Guyanába. Talán a legendáikat is magukkal hozták, ami később beépült a guyanai kultúrába. A világ különböző részein elterjedő történeteket nem csak úgy kitalálják. Általában van valami hátterük. Újra és újra találkozom a valóság és a képzelet, valamint a fantasztikum és az élet összefonódásával. Kopás! És a legelképesztőbb szörnyetegekkel. A Loch Nessi lény legendájának kutatásakor is egy elképesztő ragadozóra bukkantam. Ott van, ott van! A grönlandi cápára. Ez hatalmas! Japánban a Kappa néven ismert bestia mítosza egy a legendás lénynél is furcsább élőlényre épül. Az óriás szalamandrára. Afrikában semmit sem találtam a Mamivata keresése során. Talán itt, a világ legelzártabb édesvízi ökoszisztémájában megtalálhatom a legenda alapját adó állatot. A gyerekek a falutól nem messze tűntek el. Így itt kezdem a gyilkos utáni kutatást. Ez jónak tűnik. A keresett állat egy emberrel is képes elbánni, úgyhogy komoly felszerelésre lesz szükségem. Ez megfelel. Lényegében ezekkel fogtam ki az eddigi legnagyobb halaimat.
A 90 kg szakító szilárdságú sodor zsinór ilyen feladatokhoz való. A végén egy nagy vastag drót van. Komoly felszerelés. Sötétedik, de ez még előnyömre lehet. A legtöbb ragadozó az éjleple alatt vadászik. Nem kell sokáig várnom. Valami ráharapott a csalimra. Harc nélkül nem adja meg magát. Ez egy folyami szörny. Egy örökké valóságig küzdök vele, mire a hal végre fáradni kezd. Nagyon erős. Végre sikerül a felszín felé húzni. Ezt nézzék! Egy banánharcsa. A hasa sárgás színű. Én inkább pirarara vagy vörös úszós macskaharcsa néven ismerem. Ez egy hatalmas példány. Brazíliában rettegnek ettől a haltól, mivel elragadja a gyerekeket. Talán az itteni eltűnésekért is ez felel. Nincs hatalmas foguk, de a szájpadlásuk olyan, mint a fűrészpapír. Egy ekkora hal a víz alá tud rántani egy gyermeket. Más tekintetben azonban nem hasonlít a víz szellemére. A macskaharcsa általában a mederfenéken, mélyen a víz felszíne alatt tanyázik. Nem tudom, hogy táplálhatná egy olyan lény legendáját, ami a felszínre úszik. Több információ kell a halálos szellemről. Egy nemrég történt halálesetért a közösség minden tagja a víz szellemét okolja. Az áldozat özvegye az egyik közeli faluban él. Ő talán hasznos információval szolgálhat, így könnyebb lesz azonosítani a férje támadóját. Az apró közösségben gyorsan terjed a hír. Mire megérkezem, az özvegy már vár rám. Elmondaná, mi történt a férjével? Elveszett. Eltűnt. A folyó magával vitte. Többször is járt azon a szakaszon. Sokáig vártam rá, de másnap sem jött vissza. Lejjebb a folyón megtalálták a csónakját. A csónakban még ott voltak a személyes tárgyai, valamint az aznap viselt ruhái. A pólója és a nadrágja szépen összehajtogatva a padon volt. A horgászbotja is a helyén volt. Csak ő maga hiányzott. A nyomok arra utalnak, hogy a gyilkosa csak akkor támadt, amikor a férfi már a vízben volt. A gyászoló özvegy tudja, hogy mit tette. Úgy hiszem, hogy a víz szelleme tette. Egy sellő magával vitte. Hogy néz ki a víz szelleme? Olyanok, mint az emberek, de halfarkuk van. A hajuk pedig hosszú.
Milyen színű? Fehér. Fehér bőrűek. Valódi szemtanúk híján ki kell zárnom a többi magyarázatot. Dulakodásra utaló jel? Nem volt. Békésen ment el. A nadrágja is ott volt. Se vér, se más nem volt. Milyen itt a víz? Zavaros? Mély? Nem. Kizárt, hogy elsüllyedt és megfulladt. A víz nagyon sekély. A bizonyítékok összefésüléséből kiderülhet, hogy mi okozta a férfi vesztét. Nagyon különös ez az eset. Egy üres csónak úszik a folyón, csak összehajtott ruhák vannak benne. Dulakodásnak, küzdelemnek semmi nyoma, vagyis a csíny kizárható. A víz sekély és nyugodt, így a fulladás is. Levetkőzött, hogy csobbanjon egyet. De mi történt azután? Az Amazonas legádázabb ragadozói az aligátorok és a krokodilok rokonai, a kaimánok. Az özvegy azonban nem ezt az állatot gyanúsítja. A kaimánok ritkán hagyják el a területüket, és rendszeresen a felszínre kell emelkedniük. A mentőcsapat napokig keresgélt a környéken. Ha egy hatalmas kaimán él a közelben, valaki már észrevette volna. Távozáskor fontos bizonyítékhoz jutok. Az özvegy elmondja, hogy a férje éppen egy éve, decemberben tűnt el. A folyami élőlények többsége évszakhoz kötötten vándorol, így az időpont jelentős nyom lehet. Jó időben, jó helyen tartózkodom, így nagyobb eséllyel kaphatom el a felelőst. A büntet helyszínére tartok oda, ahol megtalálták a férfi üres csónakját. A száraz időszakban a víz visszahúzódik, így felszínre kerülnek a folyó szélén található homokpatkák. Tökéletes hely egy hűsítő fürdőzéshez. Ahogy a folyami szörnyeknek is. Tökéletes élőhely egy ragadozó számára. Az összeszűkülő homokpadnál erősebb a sodrás. Úgy látom, hogy a víz kivált egy kisebb öblöt. A part mentén már nem olyan erős az ár. Ha valami sodródik a vízben, mondjuk egy elhullott állat, akkor az hamar fel fog akadni a part mentén. Mindenféle méretű hal állhatott lesben. Ha bedobom a csalit, akkor jó eséllyel kapásom is lesz. Ráharapott valami. Vajon kiszabadul? Kicsi, de erős. Egy piránya. Egy fekete piránya. A legnagyobb piránya faj. Egy mohó ragadozó. Bár képes húsdarabokat kitépni és csontot roppantani, nem hinném, hogy a víz alá tudna húzni egy embert. Az biztos, hogy a piránya nagyon hamar el tudná tüntetni a küzdelem nyomait. De vajon mi volt a felelős? Egy másik helyen is próbálkozom. A pirányák miatt szinte lehetetlen bármi mást kifogni. A csalinak annyi,
Valami elvitte. A falánk húsevők folyton elcsenik a csalimat. Ez baj. Normális esetben, ha egy nagy halat akarunk fogni, akkor nagy csalit kell kitenni a horogra, és egyszerűen csak meg kell várni, amíg valami rátalál. A pirányák azonban percek, hanem másodpercek alatt megtalálják, és el is tüntetik a csalit. Semmire sem megyek a hagyományos megközelítéssel. Sötétedés után talán több szerencsém lesz, amikor a kis húsevők már nem olyan aktívak. A faluban találkozom egy nővel, aki gyermekkorában el tudott menekülni a víz szellemétől. 7-8 éves lehettem, amikor az apám halászni vitt engem és a bátyámat. Azt mondta, hogy maradjunk nyugton. A víz hirtelen robbanásszerűen feltört. Nagyon magasra fröccsent. A gyerekek rémülten futni kezdtek. Paulette szerint a víz szelleme üldözte őket. Egy szellem. Sok embert megtámadtak. Olyanok, mint a sellők. Sokan eltűntek, és soha nem kerültek elő. Hol van ez a hely? Egy nagy tónál. Nem a folyónál van, hanem egy tónál? Igen. Ez mindent megváltoztat. A gyanúsítottak listája drámaian leszűkült. Ha a víz szelleme a tónál is felbukkant, akkor a keresett lény mindkét helyen előfordulhat. Nagyon kevés édesvízi szörnyeteg jöhet szóba. A kajmánt és a piranyát már kizártam. Egyetlen olyan veszélyes állat van, ami mindkét közegben előfordul. Mégpedig régi ellenségem, az Amazonas nehéz súlyú hala, az arapaima. Az arapaimának nincsenek olyan éles fogai, mint a piranyáknak, de páratlan méretük és erejük így is veszélyessé teszi őket. Jártam néhány tenyésztelepen Brazíliában. Az egyik alkalmat sosem fogom elfelejteni. Be akartam fogni egy arapaimát, de az kitört a hálóból és mellkason csapott. Az arapaima így támad. Általában ártalmatlan, de ha hálóba vagy horogra akadnak, akkor hatalmas és halálos torpedóvá változnak. A több száz kilónyi izom és csont a levegőbe emelkedik. Egyetlen csapása is halálos lehet. Erre a folyami szörnyetegre tökéletesen illenek az eddig hallottak. A víz bugyogni kezd. Hajszerű farkuk és fehér bőrük van. A víz magasra fröccsent. 20 éve horgászom Dél-Amerikában, de az arapaima eddig kizárólag csak a rávadászó emberekre támadt. Ki kell derítenem, hogy mégis miért lettek ilyen agresszívak, hogy emberre támadnak. El kell kapnom ezt a szörnyeteget. A helyi halászokhoz fordulok segítségért. Végül találok valakit, aki hajlandó elvinni oda, ahol az arapaima ólálkodik.
Az arapaima csak bizonyos helyeken fordul elő. Árkotásnak a tó vagy a folyó medrébe. Majd abba rakják le az ikráikat. A halász is egy ilyen helyre visz. Ha bemegyek a vízbe, megtalálhatom a fészket. Igen, de legyen óvatos. Nagyon veszélyes. Kockázatos küldetés, de csak így jöhetek rá, hogy miben mások a guyanai arapaimák. A víz nem tűnik mélynek, 30-40 centis iszapréteg van a meder felszínén. Egy bottal döfködöm a mélységet. Remélem, hogy így megtalálom az itt leselkedő lényt. Még egy kaimánt sem láttam. És ez baj. Akkor van baj, ha nem látni őket. Valami mozog a sásban. Jó kis kezdés. A kaimánokat kihúztam a listámról. Ez persze nem jelenti azt, hogy ők is lemondtak rólam. Most! Azt hiszem, megvan. A meredek falú fészek egyértelműen egy arapaimáé. A víz nagyon hirtelen mélyül. Még sosem láttam ekkorát, és nem is hallottam hasonlóról. Még mindig benne vagyok. Az alja kemény, agyagos. Itt egy emelkedő. Most már kifelé tartok belőle. Jó nagy, nagyon nagy. Mint egy kráter. Ezt csak is egy óriás áshatta. Talán a fészek lehet a magyarázata látszólag ok nélküli támadásokra. Amikor az úszókra támadó európai harcsa esetét vizsgáltam, kiderült, hogy a hal csak akkor vált agresszívvá, amikor az emberek túl közel mentek a fészkéhez. Az eset nem egyedi. A tájföldi kígyófejű hal is agresszívvá válik, ha az ivadékai veszélybe kerülnek. Talán ez történt az özvegy férjével is. Talán nem is a víz szelleme, hanem a fészkét védő arapaima támadt rá. A faluban a gyanúmat megerősítő történeteket mesélnek nekem. Winston tehetetlenül nézte, ahogy egy arapaima rátámadt a barátjára. Többször is megpillantottam az ivadékait védő arapaimát. Az egyik barátom bement a vízbe. Jött a hal, egy nagy csapás és hanyatt is esett. A hal fellökte? Igen. Jó nagyot kapott a térde alá. Szerencsére sekérészem volt, de máshol meghalt volna. Meg bizony. Az a hal meg is ölhette volna. Amikor az ikráit védi, igazi szörnyeteggé válik. Először hallottam ilyen arapaima támadásról. Nem a hálóból akart szabadulni, hanem közvetlenül egy emberre támadt. Talán ez történt az özvegy férjével is. Logikusnak tűnik. Az arapaima a tavak és folyók sekély, nyugodt vizébe építi fészkét.
és az eddigi támadások is ilyen helyeken történtek. A korábban talált fészek mérete egy óriási példányra utal. Nem lehet ekkora. Nem. Az elméletem bizonyításához ki kell fognom egy megfelelő méretű arapaimát. Azonban van egy gond. A túlhalászás miatt az arapaimát a kihalás veszélye fenyegeti, ezért Guyanában betiltották a halászatát. Kizárólag a törzs vezetője segíthet. A különleges körülményeket tekintve, ő engedélyt adhat az arapaima kifogására. Ne felejts el, amit most fogok mondani. Egy feltétellel engedélyt ad a hal kifogására. Csak hogy nehogy félreértsük egymást. Újra elmondom magának. Se háló, se horog, se nyíl. Csak ezt használhatja. Műlegyet? Igen, műlegyet. Ez nem árt a halnak, és könnyű kiszedni a szájából. Csak ezzel engedem. Még sosem csináltam ilyet. Van nálam műlegyes felszerelés, de nem hittem volna, hogy azzal kell kifognom egy hatalmas arapaimát. Milyen műlégy felelne meg egy arapaimának? Sokan azt hiszik, hogy a legyezés során használt csali egy rovar mozgását imitálja, pedig valójában egy kisebb hal mozgását utánozzuk. Olyan csali kell, ami minél jobban hasonlít az apró halakra. Amit az arapaima elég nagy prédának néz. Úgy kell átalakítanom ezt a műlegyet, hogy elég nagy pávasügérnek tűnjön. Jó falat lenne az arapaima számára. A műlegyet egy legyező botra erősítem. Azonban a rugalmasságnak nagy ára van. A műlegyes bot kis halak kifogásához jó. Ezzel a felszereléssel nagyon nagy halat is foghatunk, azonban ehhez nyílt vizen kell próbálkoznunk, hogy a hal fel- és aláúszkálva kifárassza magát. A tó tele van faágakkal. A hal könnyen beúszhat alájuk, így a zsinór fenn fog akadni, és el is szakadhat. Nem tudom, hogy fog sikerülni. De nincs más lehetőségem. Az egyik halász elvitt egy tóhoz, ami a folyótól távolabb, az erdő közepén fekszik. Ebben az időszakban van a legnagyobb esélyem kifogni egy óriást. Az arapaima nagyon gyors! Rövid távolságon is képes olyan sebességre gyorsulni, mint amennyivel én megyek. Ha valami nekem jön, az biztosan egy dühös arapaima lesz. Az arapaimának nincsenek éles fogai. Azonban egyetlen csapással is végezhet velem. Ezen a helyen nincs hiány a húsevőkből. Biztosan hamar lesz kapásod. A folyótól távolabb eső parton táborozunk le. Úgy tűnik, nem vagyunk egyedül. Lábnyomok. Ezek jaguár nyomok. Itt van egy, és ott is látok egyet. Közvetlenül a folyóparton. Erről eszembe jutott, hogy bizony nem csak a vízben vannak ragadozók, hanem a szárazföldön is, és ezek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek az emberre. A nyomok a parttól az erdő felé vezetnek. Vajon most merre van? A jaguárok könnyen végezhetnek az emberrel,
azonban nagyon félénkek, így valószínűtlen, hogy ránk támadnak. Ezért inkább a világtól elzárt hely egyéb veszélyei miatt aggódom. Amikor legutóbb Guyanában jártam, egy léket kapott súlyos csónak majdnem a vesztemet okozta. A sebes sodrású folyóról nem is beszélve. Most egy könnyű, felfújható csónakot hoztam, ami szintén veszélyes. A tavacskák a sűrű bozót között rejtőznek. Csendben pásztázzuk a víz felszínét, az arapaima jelenlétére utaló jelek után kutatva. A sellőkhöz hasonlóan és a halak között ritkán tapasztalt módon az arapaimának is a felszínre kell jönnie levegőért. Az összes fodrozódást gyanakodva lesem. Egy buborékösvényt próbálunk felderíteni 20-30 méterre a parttól. Egyre izgalmasabb volt a dolog, de aztán a felszínre jött a kajmán. Az egy hal! Egy hal! Éppen ilyen csobbanást kerestem. Azonban nehezebb lesz kifogni, mint gondoltam. Az arapaima esetében csupán másodperceink vannak. A felszínre úszik, aztán már le is bukik. Fejben kell kikalkulálni az útvonalát. A bedobott műlégy remélhetőleg pont a megfelelő helyre esett. A törzsfőnök szigorúan megtiltotta a komolyabb felszerelés és a csali használatát. Minél tovább próbálkozom, annál valószínűtlenebbnek tűnik, hogy sikerrel járok. Általában nem jelent gondot az éjszakai horgászat, azonban az most szóba sem jöhet. A műlegyes horgászathoz jól kell látni. Éjszaka nincs elég fény hozzá. Inkább lefekszem aludni, és holnap majd visszajövök. A táborban a vezető megy rituáléval szeretné növelni az esélyeimet. A guyanai kultúrában egyes teremtményeknek spirituális erőt tulajdonítanak. Ide, Jeremy! Itt egy fészek. Sokan vannak. Igen, éjszaka táplálkoznak. A hangyák agresszívan védik a területüket. Az állkapcsuk különösen erős. Ha hagyjuk, hogy megcsípjenek minket, akkor sokkal jobb kapásunk lesz. Próbáld meg! Nyúljak oda! Igen. Ezt éreztem, mint egy kész szúrás. A csípésük éles fájdalommal jár, olyan, mintha tűvel szurkálnák az ujjamat. A fájdalom viszonylag gyorsan elmúlik. Viszonylag mélyre válják a rágóikat. Miért vállaltam ezt? Általában nem vagyok vevő az ilyen babonákra. Nincs logikus összefüggés a rituál és a halászat sikere között. Azonban sokat lendít az elme állapotunkon. Maga biztosan, biztos, hogy foghatunk halat. Úgy érzem, megfizettem a sikerárát. Most már csak be kell gyűjtenem a zsákmányomat. Napokon át pirkadattól alkonyatig próbálkozom. De nincs kapás.
Egyre többször jutnak az eszembe a történetek. A víz felszínét bámulom. Legtöbbször semmi sem történik, de néha megmozdul valami, és akkor eszembe jutnak a víz szellemének történetei. A hőségben, a vizet bámulva, könnyen elkalandozik a figyelmünk. Jó ideje nem ettünk, melegünk van. Valami megmozdul a látómezőnk szélén. Néha csak képzelődünk, és igazából nincs ott semmi. De mi van, ha mégis? És ha egy sellő volt, az elménk furcsa dolgokat művelhet velünk. Van ott valami? Ott van. Igen, igen, ráharapott! Végre elkaptam egy arapaimát, és úgy tűnik, hogy minden eddigi kapásomat felülmúlja. Még sosem próbáltam ilyen felszereléssel ekkora halat fogni. Amikor azt hiszem, hogy már elfáradt, a bestia eltűnik. A horog nem akadt be rendesen. Ahogy a hal megrázta a fejét, a zsinór feszülése egy másodpercre engedett, és a horog kipottyant. Egy pillanatra láttam az arapaimát, aztán már el is tűnt. Legközelebb is így fogom csinálni, csak el kell érnem, hogy a horog jobban beakadjon. A nagy izgalom után azonban egyetlen hal sem akad a horgomra. Van egy másik hely, ahol próbálkozhatunk, de nagyon messze van a sűrű dzsungel mélyén. Mindjárt esik. Remélem, hogy a halak éppen erre vártak. Úgy bizony. Kapás! Jó nagy példány! Az esélyeim nagyon haloványak, mivel csak egy vékony bot és egy billegő kenu áll a rendelkezésemre. Ott van a hal! Próbálom megakadályozni, hogy a felszínre jöjjön. Ha felugrik, kiköpheti a horgot. Úgy tűnik, hogy minden a halon múlik. Nagyon nehéz. Nagyon. És a bot is egyre jobban meghajlik.
A hal közeledésével a veszély is egyre nagyobb. Ha felénk vetődik, annak végzetes következményei lehetnek. Feljön, feljön! Ugrani fog! Mindjárt ugrik! Minden eddig kifogott arapaimán túltesz. A sekély vízbe kell húznom. Gyerünk, még egy kicsit! Legalább 110 kilós. Ezt nézd! Ezt nézd! Egy arapaima! Bűlédjel! Pont olyan, mint egy torpedó. És ez a hal már elfáradt. Ketten is alig tudjuk lefogni. És nem olyan, mint egy torpedó? Hosszú, áramvonalas test. Háromszor akkora, mint az, ami úgy mellkason csapott, hogy egy hónapig fájt a nyoma. Szinte észre sem vesszük. Már kiugrik a vízből, és felénk csap. Egyetlen villanás, és örökre kihasszanak a fények. Ez a hal nagyon erős. Ez a dél-amerikai körutam során kifogott legnagyobb hala. Olyan halálos, mint a helyi legendák bestiái. Ha a szemünk sarkából megpillantunk egy ilyen méretű, színű és formájú teremtményt, onnan már minden csak a képzeletünkön múlik. Guyanában, ahol a sellők és a víz szelleme a helyi hitvilág szereplői. Egy viszont biztos. Az itt élő arapaimák csapása hatalmas és végzetes lehet. A folyó dögevői pedig hamar eltüntetik a legapróbb bizonyítékokat is. És csak egy ruhakupac marad utánunk.